Én az idei versenyre is csak azért jelentkeztem, hogy megismerjék a dalomat, és nem azért, hogy megnyerjem. Nem rossz teljesítmény ez így még két évig egymás után. Tavaly nagyon nagy esélyesnek számítottál, és nagyon sokak csalódására nem nyerted meg. Idén az új dallal hogy érzed az esélyeidet? Hát én nagyon bízom az idei dalomban, tehát azért tavaly kicsit más stílusú volt a dalom, mint most. Most egy picit pörgősebb, vidámabb dal lesz, és hát nagyon bízom benne, hogy azért a nézőknek tetszeni fog ez az énem is. Tavaly egy nagyon nagy meglepetés volt az, hogy nyert by Alex. Idén okozhat valaki a mezőnyből ilyen meglepetést? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát azért most nagyon-nagyon erős a mezőny szerintem. Nem szeretnék megnevezni emberkéket, de én nagyon sok barátom van egyébként a mezőnyben, és egyébként nagyon szurkolok is nekik. Én az idei versenyre is csak azért jelentkeztem, hogy megismerjék a dalomat, és nem azért, hogy megnyerjem. Aztán, hogyha megnyerem, nyilván nem fogok kipattogni. Mit szólsz az új zsűritaghoz, Kovács Katihoz? Imádom, tehát volt szerencsém vele együtt dolgozni. Együtt énekeltünk az EFOT-on, az EFOT Fesztiválon, és tényleg fantasztikus ember, és olyan energia bomba, tehát tényleg olyan, mint egy 20 éves, még kinézetre is, meg ahogy viselkedik is, tehát imádom ezt a nőt, és örülök, hogy benn van a zsűribe. Hát remélem, de hát nyilván szeretném, hogyha azt mondanál, amit tényleg érez valójában, és nem csak azért, hogy együtt dolgoztunk, de biztos vagyok benne, hogy ő meg fogja mondani a véleményét.